pont vasárnap után már nem már csak. A lényegünk, hogy ne az ellen álljunk. Különben elmondom, hogy a polgármester nem. Feljárta, hogy egy kopékát senkit el nem lehetne venni, és ha meglátó valaki, hogy hozza, akkor szerintem már meg akarnak félelmíteni benne. Magyarok ott meg akarják félelmíteni. Pont a polgármester és az itt lévő emberek azért küzdenek jelenleg Salánkon, hogy az emberek ne vegyenek el kenőpénzeket a szavazásért, tehát ne legyen szavazatvásárlás, hanem mindenki arra szavazon arra a jelöltre, akire gondolja, de nyilván mivel magyar lakta településről van szó, a magyar jelöltet támogatjuk. Mint körbenézek Salánkon, hogy valóban egy fejlődő falu, polgármester mindent megtesz azért, hogy virágozzon az a kis salánki falu, hogy továbbra is, és azt arra jutok ki, hogy valóban semmiféleképpen nincsen az, hogy pénzeket teszünk el, vagy dugdosunk, vagy osztogatunk, hanem igazából az van, hogy mindenféleképpen az utolsó pénzét beletesszük a faluba a fejlesztést. Én szerintem ez egy rágalom salánki faluval szembe, mi hogy főleg az egész elitája falunak úgy állt hozzá, hogy ne legyen megvásárlás, szavazat megvásárlás. Becsületes választást szeretnénk, becsületes választás volt az elnök választás is, és van egy olyan gondolatunk, vagy gondolatom, hogy nem kicsit elnyomódik a magyarság ebbe, hogy pont a magyarokat bántsák. Mivel hogy ez a Brenzovics is egy pont olyan állampolgár Ukrajnának, mint a többiek. És szerintem ők köztök megy a harc, mert nincs rá okok, hogy Salánkot bántsák ezért. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy szerintem a magyarságot le akarják tiporni, és meg akarják alázni. Mivel magyarok vagyunk 95% a Salánkon, magyar lakos, mindenkinek megvan a saját véleménye, és arra szavaz, akire ő gondolja. Itt meg akarják a magyar népet félemlíteni. Ilyenekkel. Mert mindenki, a polgármester is azon volt, hogy egy kopeket fel nem venni senkitől. Ezen volt. Nem az, hogy még jót csinál az ember, és akkor megvádolja. Ez egy nagy rágalom, mi ránk nézve a magyarokra. Hát egyszerűen ez lehetetlen, hogy magyarok valakitől vettek volna el pénzt a szavazatért. Minden egyes, mi is ukrán állampolgárok vagyunk, szavazati jogunk van, és arra szavazunk, akik mi akarunk, nem pedig a megvásárlással. Azért jártuk a falut, és azt szerettük volna elmondani mindenkinek, hogy ne vegyenek, ne legyenek megvásárolhatók, és én nem titkolom, hogy mi szeretnénk, hogy valaki képviseljen bennünket a parlamentben, magyarokat is, és mi szeretnénk, hogy egy magyar ember jusson be, és magyar párt jusson be a parlamentbe. Én is csak azt tudom mondani, amit az elődeim, hogy ez egy provokáció és megfélemlítés, főleg azért is, mert ugye egységben az erő, ők ezt pontosan tudják, és ettől félnek a legjobban. Mivel minél többen szavaznak egyre, annál nagyobb esélye van annak a jelöltnek, hogy be fog jutni a parlamentbe. És ők nagyon félnek, ezért próbálnak minket megfélemlíteni, nehogy arra szavazzunk. Felháborító, ami történik, és érdekes módon, hogy a választás előtt pár napokkal, hogy kommandósok jelennek meg itt Salánk településen is, ugye a polgármester otthonába, illetve más településeken láttuk a híradásokban a gyulai eseményeket. Itt Salánkon fejlődik a település, és mindez abból kifolyólag, hogy olyan vezetői vannak a településnek, akik ezen munkálkodnak. És hogy mi, mint magyar emberek itt Ukrajnában gyakoroljuk nem csak a kötelességünket, hanem jogunkat, hogy ugye képviselőt küldjünk a parlamentbe. Itt Salánkon úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a magyar embert magyar képviselő képviselje, akár itt az országban, vagy bárhol a világban. És úgy gondolom, hogy valóban az, ami itt is látszik, ez az összefogás, hogy tiltakozunk az ellen a vád ellen, hogy itt pénzért vásárolnak szavazatokat a magyar képviselő részére, sőt, van tudomásunk arról, hogy pont ellenkezőleg mi óvunk mindenkit attól, minden fórumon, hogy valakitől is pénzt vegyen el azért, hogy szavazatát eladja. Tehát a lelkiismeretére bízzuk mindazoknak, akik magyar
érzelműek, magyar szívdobog bennük, hogy arra szavazzon, akit valóban tud szívből támogatni.